Szerbusz Mária, örülök, hogy találkozunk. Te voltál a Saint-Gobain Initiative projektnek a szponzora, és nagyon örülünk ennek a sikernek. Szeretném, hogy elmondanád nekem, hogy milyen tapasztalataid voltak. Elsőbb az érdekelne, hogy hogy lettél szponzor? Szerbusz Balázs, örülök, hogy itt vagyunk. Az első projekten részt vettem, mint önkéntes, és volt egy nagyon jó ötlete az alapítványnak még, amit szerettek volna, hogy mint szponzor képviseljem a Saint-Gobain alapítványnál, és tulajdonképpen így. Szponzorként dolgozni kicsit mást jelent, mint önkéntesként dolgozni egy projekten. A szponzor segítséget nyújt a pályázó partnernek a pályázat összeállításához, a pályázattal kapcsolatban Saint-Gobain Initiative-nek tartalmi és formai követelményei vannak. Ez egy komoly munka, egy komoly csapatmunka egy pályázatot összeállítani. Utána, hogyha a pályázatot elnyeri a pályázó, a szponzor, mint egy közvetítő dolgozik az alapítvány és a pályázatot elnyerő partner között, és végigkíséri a projektet. Ezek között a feladatok közül mi volt a legnagyobb kihívás a számodra? A legnagyobb kihívás az az volt, hogy megszerettessük a Saint-Gobain alapítvánnyal ezt az ötletünket, és megfelelni az összes követelménynek, amit támasztottak. Hát ezt nagyon ügyesen csináltátok, ha jól emlékszem, a pályázatotok voltak éppen támogatta a Saint-Gobain Initiative valamennyi három fő célját. Így van. Mikor arról beszélgettünk a pályázat összeállítása során, hogy a vállalatunk társadalmi felelősségvállalása az fontos lenne, hogy ne csak a vállalat részéről, hanem a dolgozói részéről is megnyilvánuljon, hogy a dolgozók is a társadalmi felelősséget vállaljanak. Hogy sikerült rábeszélni a dolgozókat, hogy csatlakozzanak a projekthez? Szerencsére nem kellett rábeszélni. Kezdetben páran dolgoztunk, mint önkéntesek, de idővel egyre többen lettünk. Többen jönnek a saját szabadidejükben segíteni, önkéntes munkánkon részt venni. Láttam egy fényképet, több mint 10 voltatok egy építkezésen. Mikor készült ez a fénykép? Egy hétköznap, vagy egy hétvégén? Igen, ez a fénykép hétvégén készült. Akkor nagyon jól meg tudtad szólítani a dolgozókat, hogy szabadidejüket áldozták arra, hogy részt vehessenek ebben a projektben. Neked, mint szponzornak, mi jelent örömet ebben a munkában? Mit tartasz a legfontosabb eredményednek? Nagyon örülök, hogy a delegáció vezetőivel együtt részt vehettem egy aláírási ceremónián, és hogy egyre több munkavállaló csatlakozik hozzánk az SG napokon. Mária, nagyon köszönjük, hogy ilyen sikeresen befejeztétek ezt a projektet, a segítséget, de nagyon köszönjük a szponzori munkádat, és kívánjuk, hogy minél előbb egy újabb sikeres pályázatnak örülhessünk. Köszönöm szépen!